Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntelek benneteket nagy szeretettel, kedves testvérek, karácsony ünnepe alkalmából. Ezen az ünnepen a gyerekek nagyon tudják értékelni a szeretetnek és az örömnek ezt az ünnepét, amikor az ajándékozás és a kölcsönös örömszerzés az egy fontos része az ünneplésnek. Amit aztán a többi családtag is nagyon tud értékelni, hogy ilyenkor összejön a család minden tagja. Ez nálunk Ukrajnában különösen is nagy dolog, amikor hazajönnek a dolgozó apukák messzi Európából, vagy a diákok jönnek haza a tanulmányaikból. Az egységet élik meg, úgy gondolom még annál is többet. Az Isten képűséget élik meg, ahogy a Szent Család, Jézus, Mária, József ott képviselték az Isten jelenlétét, úgy ma is mindenhol, ahol a szülők nagyon szépen szeretik egymást, és elfogadják a gyermeket, a következő gyermeket, mint Isten ajándékát, ott az öröm megsokszorozódik. Milyen különös, hogy az Úristen, a hatalmas Isten lejön a földre, és nem katona, nem hadvezér, nem óriási, nagy birkózó, nem Góliát, hanem egy egyszerű kisgyermek képében, aki senkit nem bánt. És persze a normális emberek, szülők mind örülnek a gyermeknek, akár sír, akár mosolyog rájuk. Ez a bűntelen ember mind-mind a kis Jézus kára mutat ma is. És bizony karácsony ünnepét üljük minden kereszteléskor a családokban. Úgy örülök, amikor engem is meghívnak egy negyedik vagy sokadik gyermek keresztelésére, ahogy majd január 10-én is megyek, és ezt a nagy titkot élhetem át velük. A mennyei atya az ő fiát küldi le a földre, de a húsvét titka után minden emberbe, aki újjászületik a keresztségben. Ezért áll közel ez a két nagy misztérium, nem véletlenül majd néhány hét múlva Jézus megkeresztelkedését is fogjuk ünnepelni. Mindannyiatoknak, kedves testvérek, kívánom azt az örömet, amit szerzett az Úr Jézus a mennyei atyának, az összes angyaloknak, szellemeknek, akik szívrepesve várták az Isten megtestesülését, megszületését ebbe a látható világba. És ezután már az a 30 év, amely a csöndes, munkás életét, várakozását, felkészülését mutatja a nagy műre, amit neki be kell teljesítenie itt a földön. Értünk, szeretetből be kell mutatni az Úristen nagy szeretetét, mindent legyőző jóságát a keresztútján és majd a Golgotán. Még ne felejtsük el azt a titkot is látni így együtt, hogy a betlehemi jászol szegénysége és a jeruzsálemi Golgota szörnyű egyszerűsége mind a kettő városon kívül történik. Gondoljunk ilyenkor tehát minden olyan emberre, aki a jó közösségeken kívül él, akár magányos, akár beteg, akár elhagyott, akár özvegy, akár árva. Gondoljunk mindezekre, és igyekezzünk valahogy feléjük is kimutatni az Úristennek ezt a jóságát, ezt az evangéliumát. Krisztus születik, dicsőítsük őt!